akkor most ezt fejtsem ki. Szóval nem volt egyértelmű, hogy erre a pályára menjek, vagy ezt válasszam, de gyerekkoromban, nem tudom, az általános készségfejlesztések során, amit a pedagógusok csinálnak a gyerekekkel, kiderült, hogy én nekem nincs semmilyen készségem, csak rajzolni tudok. Azt mondták az általános suliba, hogy lassú vagyok, de szorgalmas, és hogy ügyesen rajzolok. Szóval nem volt velem semmi gond, egy átlagos gyerek voltam, de úgy érdekeltek ezek a dolgok, a vizuális kultúra, de nem nagyon volt ehhez táptalaj a családban. Viszont én fogékony voltam szinte mindenre, ami szembe jött. Én Erdélyből származom, és a nagymamáméknál jártak a szeggyárba képkereskedők, ami azt jelentette, hogy a faluban, ahol éltek, ott több rokonnak is volt ugyanattól a festőtől ilyen flamand stílusú csendélete, és ez lógott például a konyhába. És ezek a képek úgy beégtek az agyamba. Igazából, ami a legélesebben belém vésődött gyerekkoromból, az a nagypapámnak egy képe volt, ami később kiderült, nem is egy olajfestmény volt, csak egy nyomat. És az egy orosztályat ábrázolt három nyírfával, és utána apám elmesélte a sztoriát később, hogy nagyapám hadifogságban volt, és akkor a nyírfák adtak neki valami pluszt, hogy el tudja viselni, és miután hazajött, vette meg ezt a képet. Hát a Pókember mondjuk képregényben. Meg hát rajzfilm az mondjuk, hogy inspirált. Mondjuk a Dragon Ball, vagy ilyen japán manga mesék, meg amit elértünk. De nem volt speciális vonzódásom. Inkább azt kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus művészet érdekelt jobban, ami furcsa. Érdekelt a popkultúra is, meg elsősorban azzal találkoztam gyerekként, de ugyanúgy érdekelt a klasszikus művészet történet is. Anyám még elvittek a várba, voltunk a szép művészetibe, ezek a klasszikus edukációs körök lementek, és 18 éves koromra ez oda fejlődött, mondhatni, hogy elkezdett érdekelni az avantgárd. Én a gimnáziumot Tatabányán végeztem el, egy 8 osztályos, teljesen átlagos gimnázium volt, senki nem volt igazából művészet orientált, és mi magánúton próbáltuk magunkat edukálni a megyei könyvtárba, ahol lehetett, nem tudom, kassák kötetet találni, és a Miklós Völgyi Zsolti, ő is a környéken lakott, és akkor vele osztottuk az infókat. Abszolút nem volt evidens, hogy festőszakra felvételizzek a képzőre. Azt például nem tudtam, hogy mi a különbség a képgrafika, a tervezőgrafika, vagy bármilyen képzős szakirány között. Először grafikus szerettem volna lenni, de aztán rájöttem, hogy az egyáltalán nem érdekel. És aztán mondták a tanáraim, hogy hát inkább legyél festő, hát ezek akkoriban szénnel rajzoltam, és azt mondták, hogy ezek nagyon festői dolgok, úgyhogy ezt kéne megpróbálni. Alapjaiban változtatta meg a képző a hozzáállásomat, vagy a szemléletemet. Hát ott volt a képzőkönyvtár például, ahol nemzetközi magazinok voltak, érintetlenül nagyjából, de az arra mi rámentünk, és hát így szívtam magamba minden infót, eljártam nagyon sok kiállításra. Miután bekerültem az egyetemre, én a Szabados Árpád osztályára kerültem, ami egy érdekes meglepetés volt, mert én valahova máshova satszoltam volna magam. És aztán meg örültem neki, hogy oda kerültem, mert ő egy nagyon nyitott szellemű, nagyon liberális mester volt, aki azt
aki teret hagyott nekünk, engedte, hogy azt csináljuk, amit akarunk, mert ő olyan embereket válogatott össze, akik teljesen különböző karakterek voltak. Tök jó közösség alakult ki, ő is dolgozott egy csomót ezen a közösségen. Az én szememben az ő személy egy ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintély volt, de nem egy tekintélyt parancsoló valaki volt, ez nagyon fontos. Aztán sajnos ő elkerült az egyetemről, és mire lediplomáztam, azt már nem is érhette meg. Minket átvett a Bukta Imre, és akkor végül nála fejeztem be az 5 évet. Problémásnak éreztem az elején a képzőt, olyan szempontból, hogy én nekem voltak ilyen prekoncepcióim, meg elvárásaim, hogy ott mik fognak történni, vagy mik nem. És hát nem történt nagyon semmi, hanem egy ilyen feszült kivárás állapot. Nem voltak ilyen erőltetett, beszabályozós feladatok. Olyan szinten találta meg mindenki magát, hogy az végig tudta vinni a programot mind az 5 évben. Az első év az egy káosz volt, mindenféle iránykereséssel, és nem igazán vezetett semmi eredményre, de nagyjából kipróbáltam pár technikát. És aztán a második évben történt valami, ami átbillentett. Inkább elkezdtem arra fókuszálni, hogy mi az, amit az egyetem előtt csináltam, és mi az, amit berakott egy flóba, és mondjuk egy pár évig, amíg felvettek, az működött, és vitt egy irányba. Ez végül is az volt, hogy benne voltam az otthoni milliómbe, ami ez a tatabányai családi házas környezet, a szüleimnél. Alapvetően ez a posztindustriális, posztszovjet város, ami nagyon érdekes, de nagyon unalmas is, és pont ez az unalom, ami generál egy ilyen furcsa Twin Peaks-szerű hangulatot, ami elvezetett a szürrealizmusig olyan szinten, hogy ez a város már a végletekig volt lecsupaszított, de valahol a színfalak mögött meg egy csomó tragédia van benne. Rárakott engem egy ilyen furcsa, melankolikus, borongós hangulatra a művészeten belül, ami tele van titkokkal. És igazából ez a belső intim tér tele titkokkal, ez lett a meg ez az industriális környezet, ez lett a fő motivációm. Hogyha ránézek a képeimre, akkor én látok bennük egy nagy utat, amit bebarangoltam. Összességében vizuálisan nem változtak meg, de technikailag azért ez egy nagy út volt, amit sok mindent kipróbáltam, mondjuk nagyon sok évig csak akrillal festettem. Aztán elkezdtem sprayvel, airbrush-sal sokat kísérletezni, és most 1-2 éve kezdtem el visszamenni az olajhoz. Hozzátenném, hogy az akril úgy működött az én olvasatomban, hogy flekeket használtam, mert ugye gyorsan szárad, és ezért kicsitől a nagy felé terjedtek a dolgok, és lehatárolódtak a felületek, hogy maszkoltam sokat, és a gyakorlat hozott egyfajta vizualitást, egyfajta képi világot, ami a technika mentén változott. Ahogy beemelődött a spray, vagy beemelődött az airbrush, az megint hozott egy több jelentést, vagy egy másfajta vizuális megoldást a képen belül. És igazából az olajjal kezdődött ez a fajta folyamat, ahogy ezek fluidabbá váltak. A képi motívumvilágnak a kifejlesztése az számomra egy intuitív folyamat. Van, amikor beég valami, hogy ezt használnom kell, van, amikor szembe jön velem az utcán, és csinálok róla egy fotóskiccet. Van, amikor meg órákig böngészek, mert van valami elképzelés a fejemben, és ahhoz gyűjtök éppen képi anyagot.
Ahogy jelenleg elkészül egy kép, az úgy néz ki, hogy kétszer jön létre, egyszer egy monitoron, és egyszer a valóságban, a vászon felületén. És az intuitív része az alkotásnak, amit nagyon fontosnak tartok, meg a művészet szempontjából, akkor beszélünk én szerintem igazából művészetről, amikor intuitív módon áll hozzá az alkotó, legalábbis a saját szempontomból érzem így, és ez egy ilyen digitális képalkotási folyamatban jön létre. Aztán amikor megfestem a képet, ami már előzetesen elkészül digitálisan, az már egy sokkal szárazabb, egy ilyen kivitelező folyamat. Ez mindig kérdés, hogy mitől lesz jó egy képem, és mitől nem, de azt valahol érzem, hogy van, ami működik, van, ami nem működik, és szeretem, hogy ez így működik, mert a végén van valami okkult varázs. Az, hogy én a képeket demokratizálom, az az én szememben inkább azt jelenti, hogy ahogy én szocializálódtam mondjuk a digitalizációs folyamatok közepén, mondjuk a 2000-es évek elejétől, amiről mondjuk középiskolás korom óta aktív emlékeim vannak, az már az internethez kapcsolódik, tehát egy ilyen furcsa generációhoz tartozom én, meg még nagyon sokan, ami azt jelenti, hogy egy analóg világban nevelkedtem fel, mondjuk 10-15 éves koromig, és aztán szépen rárakódott ez a digitális átalakulás, ami úgy nézett ki, hogy nem kazettát hallgattunk a Walkman-ben, hanem már MP3-at, már nem könyvtárba jártunk, hanem bekötötték otthon az internetet. És ezt mindenki látja, érzi, tapasztalja, hogy manapság ez hogyan működik. Nekem ez egy élmény volt a képekkel kapcsolatban, hogy ezek egyszerre megjelentek a gyerekkoromból, még mélyebbről. Mindenféle korszaknak ott vannak a lenyomatai, egy ilyen óriás Wunderkammer-szerű Wikipédia szörnybe, egy ilyen masszába, ami rendelkezésre áll. Az első jegyzett nagyobb önálló kiállításom a Horizont Galériában jött létre 2015-ben, ami közvetlenül egy szlovákiai kintartózkodás után valósult meg. Megismertem a cseh és a szlovák szénát nagyjából elszigetelt, de ugyanakkor nemzetközileg is becsatornázott furcsa hely volt, egy működő vasútállomás Selmecványán, ahova érkeztek Prágából, de Amsterdamból, mindenhonnan művészek. És hát maga a hely hozta ki belőlem ezt a természetes érdeklődést valahogy a múlt felé. Ott értek engem tulajdonképpen ilyen középkori hatások, amikből fel tudott épülni ez a furcsa kiállítás, aminek az volt a címe, hogy román gotik barokk. Tulajdonképpen ez volt a programadó kiállítás cím, amivel el akartam kezdeni a festményeket bevezetni a szélesebb közönség elé. Ez tulajdonképpen egy kint készült rajznak volt a címe, ahol ilyen különböző terméskövekből állított kompozíció, sírkövekből állított kompozíció alatt szerepelt ez a szöveg, hogy RGB, román, gotik, barokk. Szerintem európai emberként szerintem ez valahol természetes, ez a áthistorizált perspektíva, és ezek valamilyen szinten nyilván megjelentek a művészetemben, mint ahogy én
ilyen szivacsként ezeket beszívom, átengedem, kiengedem. Főleg az a fajta festészet, ami engem érdekel, vagy ami az én képeimben is megjelenik, ami egy ilyen kifagyott momentum, ami a múlt, a jövő és a kettő között valahogy beszorult jelen próbálja valahogy konzerválni, mert hogy ez az, ami igazából az emberek életében úgy nem megfogható. És szerintem az állókép, a fotó, a festészet ezt gyűjti be, ahogy elkészül egy kép, annak van egy időbelisége, de hogy tényleg a végeredmény az egy ilyen bezárt pillanat. És azáltal, hogy ezek az idősíkok egymás mellett vannak egy képen, úgy kiütik egymást, és ezáltal lesz valami időtlenségérzésünk. Nekem nincs specifikus érdeklődésem a science fiction irodalommal. Megfordult a kezembe egy-két Ursula Le Guin, meg Stanislaw Lem. Viszont annál többet forgattam ezeket a könyveket a kezembe, és a borító világból valami átkerült. Azok biztosan inspiráltak valamilyen szinten. Meg van egy lemez, ami azóta hozzám került, egy Zizi Labor. Tulajdonképpen kétrészes darab, és a Zizi űrbázis jelentkezik, valami ilyesmi volt a címe, és az szerintem beégett valahogy. Ilyen nagyon szerencsés véletlenek történtek a horizontos időszakom alatt. Cserháti János, aki a Balázsnak dolgozott abban az időben, ő valami ismerős által kiküldte ezt az anyagot, ezt a befotózott anyagot a Vice-nak, ahol Creators Projects néven fiatal művészeket mutatnak be, és nekik ez pont tetszett, és leközölték az oldalon, ami szerintem egy ilyen hirtelen szélesebb körű elérést biztosított. Majd aztán kikerült egy bizonyos kép a Tumblr-re, ami szintén figyelmet generált, és akkor nagyon szépen lassan eljutottunk oda, hogy ez eljutott külföldre, és meghívtak Oszlóba az első olyan csoportos kiállításra, ami nemzetközi volt. Hogy a színek, amiket használok, azok elmentek kicsit egy speciális irányba, ami szerintem annak köszönhető, hogy egyre inkább betöltötte a látómezőmet az a hihetetlen mennyiségű háromdimenziós render, ami szembe jött velem. Felváltotta a természetes fényt egy stúdió megvilágítás, egy virtuális térben, egy 3DS Max-ban belőtt teljesen artificial light, ami fémessé teszi egyszerűen a dolgok felületét, és nem tudom, ez vagy átszűrődött a festészetembe. A szoláriumokra nem elsősorban, mint szubkultúra tekintettem. Tehát nem a célközönséggel volt nekem dolgom. Nem az fogott meg elsőként, hanem mondjuk az egésznek egy ilyen ultra high-tech vizuális megjelenése van, ami nekem borzasztóan tetszett. A Gogol utcában van egy ilyen óriási Ergolány palota, ami olyan, mint egy egyiptomi szarkofág, piramis, ilyen sötét gránit tömbökből és neon feliratokból kívülről. Szolárium formája fogott meg, ami olyan, mint egy jet ski vagy egy motor, de közben meg a tárgy maga elég bizarr, olyan, mint egy koporsó. Cronenberges dolog volt nálam, hogy az élő szövet ráfekszik erre a hideg
csövekkel kibélelt kapszulára, koporsóba, és akkor ott így, mint egy mikrohullámos sütőben itt történik valami. És ezeken a képeken igazából nem élő emberek fekszenek a szoláriumokban, hanem jellemzően szobrok, vagy élettelen női testek. Ennek az installatív festészeti megoldásnak az az alapja, hogy ahogy nekem ezek a képek, amikről a festmények készülnek a laptopomon, szanaszét vannak dobálva. Ez már önmagában kicsit azt a hatást generálja, vagy mutatja, amit én el akartam érni sokszor kiállító terekben. Tehát egy képen belül megjelenik egy kép, és lehet, hogy teljesen különböző a kettő. Van némi kontraszt benne, de hogy ezt a hatást nagyon megkedveltem, és volt, hogy egy ilyen virtuálisabb teret festettem meg a realisztikusabb képeknek, de mindig volt valami alapvető kontraszt a kettő között, ami engem érdekelt. És a legutolsó nagy önálló kiállításon a New York-i galériában, The Hall galériában, ott ezt egy kicsit visszább vettem. Tehát már nem egy ábrázoló háttér előtt voltak a képek, hanem kicsit előtérbe került az, hogy grafikus megoldást használjak. Valószínűleg a jövőben is fog engem foglalkoztatni, hogy a tipográfia, vagy az ornamentika, vagy ilyen elementárisabb grafikus jelek hogyan tudnak együtt mozogni ezekkel az organikusabb festményekkel. Valószínűleg ez érdekes lehet a jövőben egyre inkább, hogy mennyire lehet komplexen kezelni az egész kiállításnak a terét. Nekem nagyon fontos a humor. Most már talán kevésbé a képeken belül, kevésbé hangsúlyos, de én szerintem a képzőművészeten belül is van egy nagyon specifikus magyar humor vonal, ami engem mindig rettentően érdekelt. Én nagyon szerettem például a Gerber Pálnak, vagy a Gerhesnek, vagy a Gerhes Gábornak, vagy a Hecker Péternek a munkáit, amik szerintem borzasztó humorosak, és nagyon intelligens, jó humor. Úgyhogy én ezeket mindig is éltem. Mostanában én azt gondolom, hogy nem motivumkeresés lenne a cél, bár az mindig is előtérben marad, de valahogy motivumok lerombolása lenne a jövőbeni opció. Tehát, hogy feloldódjanak egyre inkább a képi elemek, és kicsit absztrahálódjon ez az egész. Persze úgy, hogy megmaradjanak a figurális elemek, de valamilyen csömöröm lett a saját festészetemtől, ami változást generált, meg egy igényt bennem a változásra.